Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma, február 18-án egy spontán kirakással méghozzá elhoztam nektek a nagy szkát kártyáimat. És megkérlek persze, mielőtt a kártyát keverni fogom, hogy hunyd be a szemed és küldd el gondolatban azt, amit tudni szeretnél. Te vagy a puzzli darabka. Nézzük, mit gondol a lélektársad te rólad. És micsoda az, ami te vagy neki, az a puzzli darab. Ezek az ő gondolatai, amit ő te rólad gondol. Mit ír ez a szívében irántad? Mit ír ez a szívében irántad? És hogy alakul ez tovább a mai napon? És most te, megkérdezzük ide a közepére, te vagy neki a puzzli, hogy mit jelentesz te neki az ő számára? Mit jelentesz te neki, vagy mit gondol veled kapcsolatban? No, ez nagyon jó, hogy több is kiesett. Nagyon köszönöm, és kezdjük most a lélektársnak a kártyákat. Szóval az jött, hogy most ő tényleg olyan erőt érez önmagában, úgy látom, hogy teljesen jól érzi magát, hogy nagyon tele van energiával, bátor, tele lelkesedéssel. Annyi ez nagyon, tényleg olyan nagyon férfias lett, olyan erős lett önmagában. Most, hogyha férfiként nézed ezt a videót, akkor most fordít ezt a párodra, szóval, hogy ő benne is van ilyen bátorság, ilyen férfi energia, merészség, bátorság, kitartás, igen, indulás, olyan tele lelkesedéssel, no, ez az energia van itt a lélektársadnál a mai napon, és most nézzük, mit gondol te róla. Te rólad azt gondolja most veled kapcsolatban, úgy érzi, hogy megérkezett, hogy te vagy neki az a azaz otthona, ugye nagyon jó érzést adsz neki, és tényleg olyan nagy életörömet adsz neki, szintén is ezt az életörömet, amit olyan vidámságot, olyan feldobottságot, olyan lelkesedést, olyan meglepetést, mindezt, amit te adsz neki, ez egy olyan régi érzés, amit már ő magában valahonnan ismer, lehet, hogy múlt életből ismer, de egy kicsit olyan érzést ad is neki, hogy olyan felfiatalodik, olyan feldobó érzést, olyan gyerekes érzést, olyan nem olyan komoly, nem olyan szomorú, hanem olyan egész olyan vidám, hogyha rád gondol, szóval te nagyon-nagyon pozitívan hatsz rá. Mit érez a szívében? Nézzük, mit érez a szívében. Hát a szívében azt érzi tényleg, azt érzi a szívében, hogy egy kicsit, hogy igen, hogy te hű vagy hozzá, és te nagyon megbízható vagy, de most már te sem nem ígérsz neki semmit, hanem egy kicsit megtanultad, hogy visszavonod magadat. Hogy egy kicsikét olyan diplomatikusabb vagy, hogy nem vagy olyan túlnyitott, hogy első meggondolod a dolgokat, mielőtt persze valamit mondasz neki, ezt érzi a szívébe, hogy nagy változás történt nálad. A szívébe szintén érzi, hogy a te vágyaid is, meg az ő vágya is most nagyobbak, mint amit valójában él most, és nagyon szeretne egy változást, hogy egy változás történjen, egy változás
létrejöjjön itt veletek, ezt nagyon-nagyon szeretnél te veled elérni, úgy látom, és ez egy ilyen karmikus folyamat. Téged ismer már nagyon régóta más életből, és érzi ezt a karmikus kötődést is te hozzád. És hogy alakul ez most tovább itt, nézzük a mai napon. A mai napon beszéd lesz, szóval, hogy gondol arra, hogy te veled kommunikáljon, hogy valamit beszéljen, valamit megmondjon neked, irányodba haladjon. Úgy látom szintén, hogy itt van még neki ez az intuíció, ez a megérzés, ez a női energia, az azt jelenti, hogy olyan nagyon megbocsájtó most, neked is nagyon befogadó nyílt, az azt jelenti, hogy ő befogadná, most képes lenne még azt is befogadni tényleg, vagy megmondani lehet neked, hogy téged szeret. Mert teljesen benne van ebbe a finom női energiába, az azt jelenti, hogy egyensúlyba tette mind a két energiát. Most, hogyha ellentétet hallottok ebbe a videóba, figyeljetek rám. Mindenkiben van női és férfi energia. Persze a férfieknek több a férfi energia, de nőknek több a női, de ezt egyensúlyba kell, hogy tegyük. Mert amikor nem tegyük egyensúlyba, mert amikor egy férfi, csak férfi, az akkor nem segít, az nem hoz virágot, az nagyon, nem akarom kimondani, hogy milyen, de ez olyan nagyon macsó, úgy mondják nálunk, hogy macsó, kiszolgáltatja magát, de szóval, hogy csak ő a fontos, az nem jön a mai világban, az nem jól működik. Szóval, hogy meg kell tanálni egy egyensúlyt. A nők pedig szintén, aki olyan teljesen nő, az nem megy dolgozni, az csak mindent a férfi kell, hogy csináljon, az nem segít, az nem tud egy srófot berakni, az nem tud kocsit vezetni, az csak tényleg főz, és az nem keres pénzt például, akkor ez ilyen teljes női szerep. És ezt kell, hogy megtaláljuk tényleg, hogy mind a kettőt használjuk, úgy gondolom. És a férfiak, hogy 60% férfik legyenek, és az a 40% az az empatikus, megértő, meleg, befogadó, megbocsájtó női érzés megengedjék önmagukban, akkor az igazi férfiak, igen? Úgy látom, hogy most ez befogadná és beengedni magának, is akkor stabil fog lenni, úgy látom. Nézzük a szívébe, mit jelentsz te neki a szívébe. Hát a szívébe te azt jelented tényleg, mint ahogy látom, hogy ez egy nagy szerencse itten, mint ahogy látod, ez tényleg egy nagy szerencse vagy neki, és te vagy neki az életébe egy új kezdet, szeretne veled egy új kezdetet, te lennél neki a puzzlia, és hogy te veled tényleg letelepedjen, itt van neki ez a nagy, hogy fejezem ki, ez a nagy remény, hogy te veled le tud telepedni, nézd csak, itt van a csészét is elhoztam, te és én a puzzli. Remélem, jó mondom, hogyha nem jó, javítsatok. Szóval, hogy veled úgy gondolja, hogy megtalálta szerencséjét, úgy érzi, és valamint még az jött ki, hogy nagyon mi ez a lélek kapcsolat, és ez már tényleg, hogy generációkon keresztül, éveken keresztül, hosszú időn keresztül közöttetek van, de még kicsit úgy a sérelmek is itt vannak, szóval, hogy veled kapcsolatos sérelmek is itt vannak, és ez is játszik még nála egy szerepet. Habár ez kifelé áll most már, de ő most tégedet tényleg még figyel, vagy pedig úgy láti, hogy te is olyan aprólékos vagy, hogy odafigyelsz, minden, nem akartok még egyszer egy hibát csinálni, lehet, amit a múltban már csináltatok, hogy szeretnétek ezen a hibákon átmenni. Úgy látom ezt az egészet. Nézzük, húzzunk még egy szívecske kártyát befejezőként, hogy mit is érez ő te irántad. Mit is érez ő te irántad? Azt mondja, hogy hát a könnyedség, hogy a nevetés a legjobb terápia a Földön, hogy szórakozzatok egymással, és ne felejtsétek el, a szeretet a legjobb gyógyító. És ezt nem kell, hogy mondjam, az utolsó kártya, a közösülés, hogy
értékeld, vagy respektáld azt a helyet a másikba, ahol egyek vagytok. Remélem ez tetszett neked, ez az új kirakás, ha tetszett, lajkoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok. Iratkozzatok fel a csatornámra, persze kommentoljátok a videót, osszátok meg a videót, és sok szeretettel legközelebb találkozunk. Köszönöm nektek szintén, hogy ilyen sokan az én csoportomban részt vettetek, és nagyon örülök neki, és sok szeretettel köszöntelek ott is benneteket, az Iker Láng Réka a Facebookon. Sziasztok, legközelebbig búcsúzok tőletek, Valéria!